Kultúrösvény következő adásában Palágykomorócra látogatunk, ahol a Kárpát-medence egyik legértékesebb református templomának felújítása alkalmából tartottak hálaadó Isten tiszteletet. Részt veszünk az asztélyi hagyományőrző Perec Fesztiválon, majd a Szelíd Lovas Központban megrendezett Kuruc Lovasnapon. Innen Péterfalvára viszutunk a Népzene, Néptánc és Kézműves táborba. A műsor záró részében a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által indított nyári roadshow Csapi állomásának programsorozatáról láthatnak összefoglalót. Tartsanak velünk! Hálaadó istentisztelet a felújított Palágykomoróci református templomban. A templom a 13. és 14. század fordulóján épült, majd a 15. század folyamán átépítették. Kárpát-medence egyik legértékesebb református templomát az elmúlt századok vihara megtépázta, 100 éve szakszerű felújításra várt. A 800 lelkes magyar település maroknyi református közössége önerőből nem tudta megvalósítani. A Palágykomoróci református egyházközség az egyik legkisebb Kárpátalján, tőlünk csak nagyobb református gyülekezetek vannak, illetve van néhány kisebb az unkháti apró falvakban, de azok is hozzánk tartoznak, tehát 13 éven keresztül közös lelkészi körzetünk volt, úgyhogy bátran állíthatjuk, hogy mi vagyunk a legkisebb önálló lelkészi állást fenntartó egyházközség. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy nagy szükségünk volt, hogy a felújításhoz támogatást és támogatókat kapjunk, hiszen önerőből a gyülekezet nem tudta volna a felújítás munkáit elvégezni. A másik dolog az, hogy itt egy szakszerű felújítás történt, tudományos kutatással, régészeti és restaurátori kutatással, illetve munkákkal egybekötött felújítás. Hát ezeknek a szakmunkáknak a megrendelési költségét egyetlen református egyházközség sem tudná önerőből kifizetni. A 7. fejezet. A palágykomoróciak csak úgy, mint 800 évvel ezelőtt a templom építésekor, ma is élő egyházi közösséget alkotnak, amely nem csak a hit, de a magyarságuk megőrzését is táplálja. A magyar állam és a magyar kormány segíti azokat a határon túli magyar közösségeket, amelyek megkívánják őrizni az értékeiket, amelyek magyarként meg akarnak maradni, és azokat az egyházközségeket is, amelyek a korábbi templomaikat helyre akarják állítani, hiszen ha belegondolunk, hogy a magyarság milyen épített örökséggel bír, akkor abban nem csupán a határon inneni, hanem a határon túli, így a kárpátaljai magyarságnak is fontos része van. Ezért is nagyon örülök annak, hogy ma itt Palágykomorócon egy teljesen megújult, ugyan 8 évszázaddal ezelőtt épült, de teljes egészben felújított templom átadási ünnepségén és Isten tiszteletén vehettem részt. A felújítást a Teleki László alapítvány végezte. A feltárás során a belső terében értékes falfestmények kerültek elő, a két legértékesebb a Szent László legenda, illetve a Krisztus pokolra szállása ábrázolás. A régészeti munkák során a templomban két kriptát is találtak. Itt a padok alatt található Szalai Ferenc kisvárdai várkapitány Bereg megyei főispán, illetve a másik oldalon a Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényéből ismert Butler János gróf sírja. A kripták nehezen megközelíthetőek voltak, így azokat lezárták. A Szalai Ferenc kripta az eleve úgy is készült, hogy lezárták a temetkedés után. Lezárásokra szolgáltak abban az időben, tehát a 16. században is, persze korábban is, meg kicsit később is, azok a sírkövek, amelyek nagyjából embernagyságú lapokból tevődtek, faragott, feliratozott sírkövek. A 19. században eltemetett Butler János, 1845, ide temetett Butler János kriptájához volt egy nagyon-nagyon keskeny, inkább csak szernizlépcsőnek nevezhető nyom az ásatás során, ez kiderült. Ebben az időben igény is volt, hogy esetleg ott ezeket gondozzák, de semmiképpen nem volt alkalmas, hogy ennek a értelemszerűen kevésbé hiteles rekonstrukcióját megtegyük, mert ha bármilyen rekonstrukciót megtettünk volna, sem lett volna alkalmas arra, hogy oda tömegethetjünk le.
Ha ezt meg is kísérletük volna, akkor a fölötte lévő állópadokból legalább 3 sort ki kellett volna emelni, ami pedig egy jelentős számú helyvesztést is jelentett. Mindezeket együtt mérlegelve döntött úgy a helyreállítás stábja, hogy a Butler kriptát is a visszatemetett, visszatöltött állapotban visszük a jövő századok felé. A homlokzatot, a belső teret és a hajópadlót felújították. A bérletes románkori kapu fölé pedig hajlított, edzett üvegből készült tetőt állítottak, amely az eredeti festést és a gyenge kőanyagát óvja az időjárás viszontagságaitól. A református egyház közösség reményei szerint a templom a következő évszázadokban is istenházaként szolgál majd. Idén is megrendezték Asztéban az immáron hagyományos peretfesztivált. A rendezvényt 7 évvel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy felelevenítsék azokat a régi szokásokat, amelyekkel az asztéiak régóta foglalkoznak. A fesztiválon a peretsütés és fogyasztás mellett más programok is voltak. A fiatalok számára körhinta, póni simogatás és nagyon sok kézműves foglalkozás, és természetesen olyan népi játékok, amelyek szerves részei voltak a peretsütő nagymamák gyerekkorának is. 7. alkalommal szervezzük meg az asztéi hagyományőrző perec fesztivált. Ez egy kicsi kis rendezvény volt, ami évről évre nagyobbra nőtte ki magát. A perec az nem áll messze az asztéi emberektől, ugyanis az asztéiak híresek voltak a perec sütéséről. Igazán jó ízű perecet készítettek, hiszen régen még nem voltak az édességek, és ezt értékesítették a környező falvakba, vásárokba. Sütöttek édes perecet, sósat, és úgy kínálták, hogy friss a perec, 2 hetes a perec. Ez a hagyomány már kissé feledésbe merült, és mi ezt elevenítettük fel. A sportpálya területén megépítettünk egy hagyományos búbos kemencét, ami régen is jellemző volt a településre, és ebben süssük az ízletes pereceket. Természetesen a perec fesztivál elengedhetetlen része a perec, ami nem túl kemény, de mégis roppan, ahogyan a nagymamáink is készítették. És hogy mi a titka egy igazi perecnek? Mert régen főzték, úgy sütötték, most csak süssük, bedagasztjuk. Hányfajta perecet csináltak most? Milyen fajtákat, milyen különleges? Sós van, édes van, meg ilyen kemény magos, vagy ilyen. Hát szép a fiatalságnak ez a kis összejövetél. Az öregeknek meg csinálják, amit kér. Katujára, seskatuja, se darád! Na, kedves gazdám, mehetünk haza bátran. Ne félj most már a 9 fejű sárkánytól. Csörönek a jeges ötöket, sütítik mindenütt. Ismerik őt már minden felé, minden szép lány róla beszél. Profó egy képlané, ó, a profó az ágyoklasba, mi kell a családnak, mindig ő tudja. Viszkit kettel liter számra, mindenkivel mulat, szórom száj, te vagy itt a király, a fenészet neked. Mindenki örömére idén is magyar mulatós és a könnyű zenei élet egy-egy fellépőit hívták meg, úgy mint Kisgrufó, Opic Barbi és Feke Pál, akik nagyon jó hangulatot varázsoltak annak a majd 3000 főnek, akik a fesztivált választották egy kis kikapcsolódás gyanánt. A fiatalokat megkérdeztük, kit is várnak a leginkább. Opic Barbit. Opic Barbit, miért várod őt? Mert ő az egyik kedvenc énekesem. Igen. Természetesen, hogy a tinik kedvence a fiatal és üde Opic Barbi, aki már visszatérő vendége a Perec Fesztiválnak, és mindig nagy örömmel tesz eleget a felkérésnek. Szép napot nektek, először is köszönöm, hogy itt lehetek újra. Nagyon sokan vannak, és nagyon remélem, hogy jó lesz a hangulat. Tavaly is voltam már itt, igen, és akkor is király volt minden. Nagyon kedvesek, nagyon lelkesek, és öröm ide jönni, bármikor szívesen jövök ide. A nap végére így mindenkinek jutott, kinek perec, kinek pedig felejthetetlen élmény. De egy biztos, aki részt vett a fesztiválon, jövőre is visszatér Asztéba. Ne
Negyedik alkalommal rendezték meg a Kuruc lovasnapot, amely szerves részét képezi a Prokultúra Szubkárpatika civil szervezet által szervezett Kurucfestnek. Kárpátalja sajátos helyzetben van mondjuk Erdélyhez, Vajdasághoz képest. Itt ugyanis a lovak, azok bekerültek a kolhozba még 45-be, és a népet leszoktatták arról, hogy lovat tartson, lovagoljon. Már csak nagy részt a cigányoknál van ilyen, és ahhoz, hogy visszahozzuk a lovas kultúrát, ahhoz maradtak a lovas klubok. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet 4 évvel ezelőtt felvette a működő lovas klubok a kapcsolatot, hogy összehozza őket, és bátorságot öntsön beléjük, illetve megszerettesse a lókultúrát, a lótartást, visszahozzuk a köztudatba. Brenzovics László a KMKZ elnöke nyitó beszédében kiemelte, a kárpátaljai magyarok életében nagy szerepet tölt be a lovas kultúra. Örülnek az, hogy egyre bővül, egyre több lovas iskola jelenik meg. Most már magyarországi szakemberek is érkeztek, akik elmagyarázzák a csinyát-binyát a dolgoknak. Több a néző, és ugye a magyar az egy lovas nép, és elszoktunk tőle, és hát reméljük, hogy lassan ezt hagyományt teremtünk ezzel, és őszintén remélem, hogy jövőre már meg tudjuk rendezni a magyar lovasvágtát is, és akkor a Kárpát-egyő összes részt vehet a budapesti vágtán. Az eddigi évektől eltérően a lovasnapnak idén nem a Péterfalvi sportvája, hanem a nagyszülősi Szelíd Lovasközpont adott otthont. Nagyon büszkék és nagyon megtiszteltek vagyunk, hogy itt lehet nálunk ez a rendezvény, mert ez hatalmas dolog, egy nagy lépés az életünkben. 2012-ben érkezett az első lovunk, de 2016 óta foglalkozunk komolyabban lovakkal, hiszen addig tanulni kellett és készülni erre a nagy feladatra. A programok között a lovak és lovasaik is megmérettettek, volt lómustra és szépségverseny, lovasiskolák bemutatója és verseny is. A 24. Péterfalvi Népzene, Néptánc és Kézműves táborban idén több mint 300 kárpátaljai és magyarországi gyermek és felnőtt vett részt. A tábor évek során sokat fejlődött, s már a Péterfalva 5 intézményében és számos helyszínen folytak a népzene, néptánc és kézműves foglalkozások. 24 évvel ezelőtt a kezdet, az nagyon gyerekcipőbe járt még. Ugye Rónai Lajossal és Iglójéval kezdtük el a legelső tábort, és akkor a Muharai együtteshez csatlakozott a Péterfalvi együttes, és a Szlatinai Ne Felejts együttes. Így kezdődte 24 év alatt. Ehhez képest most már több mint 300-an vagyunk, és ennek a 80%-a már kárpátaljai. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagy fejlődés. Ez a legnagyobb eredmény, hogy Kárpátalján elindult egy olyan valami, amit már nem lehet hál' Istennek leállítani. Nagyon sok zenei műhely működik Kárpátalján, jól működő műhelyek vannak. És az, hogy amit mi elkezdtünk ezelőtt egy 24 évvel, mert hát jövőre 25 éves a tábor, jubilál, az mostanra ért be, és öröm látni tegnap este is azt a rengeteg gyereket, hogy nem kell már őket biztatni, odaállnak a zene elé, és zenét kérnek, és táncolnak. A gyermekek tudásuk és korosztályuk szerinti csoportokba sorolva vehettek részt a kezdő, haladó vagy profi szintű oktatást nyújtó órákon. Én körülbelül 8 éve foglalkozok néptánccal, azért szerettem volna eljönni ebbe a táborba, mert itt felejthetetlen élményeket tudunk szerezni, életre szóló barátságokat és nagyon-nagyon jó a hangulat. Az idei tábor vezérfonalát a sóvidéki, mezőföldi, gömöri népzenék és néptáncok adták. A diákokkal szakmailag elismert, világhírű tanárok foglalkoztak. Pál Lajos harmonika oktató épp Kínából érkezett haza, ahová társaival a magyar népzene egy szeletét vitték el. Mi foglalkozásokat tartottunk, meg mindenhova elvittek bennünket kirándulni. Adtunk persze koncerteket is, van egy magyar ház, és azoknak is játszottunk, meg a nagy falon is játszottunk, sok minden volt. És ami úgy megmaradt bennem, azt mondja a kínai nekünk, hogy ha szereted, amit csinálsz, akkor soha nem kell dolgozni. Tehát akkor szívesen megy az ember, csinálja, és mi így vagyunk a mi kis zenénkkel. Az autentikus népi művészetet ápoló és átadó tábor célja nem csupán az, hogy a gyermekeket tudással gyarapítsa, lényegesnek tartják azt is, hogy a fiatalok megéljék a magyar népművészetet, s azon keresztül baráti és szakmai kapcsolatokat építsenek ki. Folytatni kell ezt a fajta munkát, bővíteni, mindig legyen egy emberrel több, aki megszereti a népzenét, és rájön arra, hogy milyen fontossággal bír az élő zene, mert az valakitől szól valakinek. És ezt igazából nem lehet kivédeni. Az ember megérzi azt, hogy a saját hagyományai alapján
milyen fajta érzések kerülnek abból elő, hogyha valaki elénekel egy zenekar előtt, vagy kijön, kér egy táncot, vagy megfogja egy fiú egy lány kezét. A tábor nagyszabású gálaműsorral zárult, amelyen a tanítványok bemutatták a hét folyamán elsajátított népdalokat, néptáncokat, a kézműves alkotásokat pedig kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklődők. Népzené és néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások és még meg annyi színes program várta az érdeklődőket a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének nyári roadshowján. Első állomásuk Csap volt, ahol a KMKS Ungvári járási rendezvényterme adott otthont a kis és nagy családokat egyaránt megszólító programsorozatnak. Nagy örömünkre szolgált, amikor még télen megkeresett a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesülete, hogy nyáron terveznek egy ilyen programsorozatot, ahol a járásokban megszólítanak a kis és nagy családokat, és hogy szeretnének itt a csapi központba is, az Ungvári járásnak a központjába is szervezni egy ilyen családnapot. Mi ezt nagyon nagy szeretettel és örömmel vállalunk. És fogadtuk, hiszen amikor megálmodtuk ezt az intézményt, ezt a rendezvénytermet, akkor pont úgy gondoltuk, hogy itt mindenki megtalálja, minden korosztály, minden közösség, minden vallás megtalálja a saját kis helyét, a saját kis otthonát, és hát ez a mai nap is azt gondolom, hogy egy ilyen otthonos rendezvényén nőtte itt ki magát. Kézműves foglalkozások nagy sikert arattak a gyerekek körében. A nap folyamán kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra érdekes elfoglaltságot. Kartonpapírra ragasztunk ilyen mintát, és arra még lehet gyurmával díszíteni ilyen kis gyöngyöcskéket, meg lehet fűzni is rá a dobozra. Beleragasztottam egy lóhere mintát, és most abba a gyurmával hozzárögzítem az ilyen kis gyöngyöcskéket. És hova fogod otthon tenni, mi lesz belőle? Hát nem tudom, valószínűleg felakasztom a falra. Nagyon ügyes gyerekek voltak, és amire nagyon büszke vagyok, az egyik kislány mindent kipróbált, 4 dolog volt nálam, amit lehetett elkészíteni, és az elébe egy ilyen medvedobozra készített nekem egy köszönöm szöveget, és tényleg nagyon aranyos volt, és látszik, hogy hálásak, hogy foglalkozunk velük. Amíg a lányok a kézműves sátrakban a különböző ékszerkészítési és díszítő technikákat sajátították el, addig a fiúk a fa megmunkálás terén ügyeskedtek. Fajátékokat és kisebb használati tárgyakat készíthettek maguknak. Hát ilyen fajátékokat készítünk. Az a lényege, hogy ők készítik el. Én csak a félig kidolgozgatom, nekik kell átcsiszolni, összerakni. És gondolom, hogy ez kicsit jobb, mint akkor megveszik az embereknek. Mennyire igényel kézügyességet vagy rutint? Hát olyanokat csinálunk, amit meg tudnak csinálni bárki. Úgy látom, hogy ez egy fiús asztal. Fontos ez, hogy a fiúk ilyen időskorban megismerkedjenek ezekkel a foglalkozásokkal? Hát én gondolom, mert én otthon asztaloskodom, úgyhogy nekem fontos, hogy tudják, mit csinálunk. Ilyen hozzáadó információ, ami nem tartozik a problémák közé, hanem majd talán később. A felnőtteknek a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársa tartott előadást a kárpátaljai fiatalok körében végzett felmérésükről, ahol a káros szenvedélyek meglétét, illetve az okos eszközöknek a gyermekekre gyakorolt káros hatásait vizsgálták. Az előadás végén kötetlen beszélgetésre is sor került, ahol a szülők megvitathatták tapasztalataikat az okos eszközök használatáról. Látszik, hogy a konzervatív értékrend az nagyon fontos itt nálunk Kárpátalján a fiatalok körében is, és a szülők körében is, és azért még hála Istennek ez tovább öröklődik ez a hozzáállás. A konzervatív értékrend, a családcentrikusság és a keresztény értékrend az nagyon fontos a fiatalok életében, de már megjelentek olyan tendenciák, ami nemzetközi szinten is előjönnek, a minél korábban alkoholfogyasztási tendenciák, illetve a drogfogyasztásnak is egy minimális növekedés.
növekedésen megindult, és emellett ugye a nagyon nagy problémát jelentő okos eszköz, amin keresztül nagyon sok veszélynek vannak kitéve a fiatalok. Az első úta ezeknek a problémáknak a megoldására az a szülő, mert ők maguk se tudnak igazából mit kezdeni ezekkel a problémákkal. Itt most is elhangzott a legtöbb kérdés, legtöbb probléma az pont arról szól, mit kezdenek az okos eszközökkel a gyermeknevelés idejében. Egészen pici kortól, egészen tinédzser korig mindenki vívja maga harcát. Ilyen-olyan módon megpróbálják meg is oldani ezeket a problémákat, és kisebb-nagyobb sikereket el is érnek ezeken a területeken, és már egymásnak is tudnak tanácsot adni az ilyen fórumokon a szülők. Az egyesület célja megismertetni és megszerettetni a nagycsaládos életmódot több olyan vidéken, ahol a szervezetnek kevés tagcsaládja van, illetve ahol csökkenőben van a magyarok száma. Ezzel a rendezvénysorozattal is ösztönözni szeretnék a szülőket a gyermekvállalásra. A civil szervezet célja továbbá a keresztény értékek terjedésének, valamint a család, a házasság és a magzat védelmének elősegítése. Az egyesületünk 7 éve alakult, 34 tagcsaláddal, azóta kb. 700 tagcsaládunk van, mint egy 4000 ember tagja az egyesületnek, és azt vettük észre, hogy ha már a Kárpátalján 104 településen élnek magyarok, és itt 77 településről vannak tagjaink, azért azt látjuk, hogy a túlnyomó többség az beregszászi járás, esetleg ugocsai járás, és az ungvári, felső-tiszavidéki körzetből egyre kevesebben vannak, egyre nehezebb velük a kapcsolattartás, és azért gondoltunk arra, hogy menjünk ki ezekre a helyekre, ismertessük meg velük az egyesület tevékenységét, hívjuk fel figyelmet arra, hogy vagyunk és érdemes hozzánk csatlakozni. Elsősorban olyan kézműves foglalkozásokat szeretnénk mutatni a gyerekeknek, amik a hagyományainkhoz hozzátartoznak, fafaragás, szövés, fazekazás, tehát olyan mesterségeket mutatunk be gyerekeknek, és szeretnénk, ha meg is ismernék, meg is tanulnák ezeket, amik a vidékünkön honos, csak már kevesen űzik, tehát ismerjék meg a gyerekek. A felnőtteknek viszont egy szülőakadémia néven szeretnénk indítani ezen program keretei között egy olyan előadás sorozatot, ami most elsősorban kamaszokról szólna. Rendezvény zárásaként a Csipkézenekar élőzenés táncházzal és népi játékokkal várta a résztvevőket. A most útnak indult programsorozattal a szervezők azokat az eszméket szeretnék továbbadni, amelyek a szilárd alapokon álló család elengedhetetlen kellékei.